de üzede, üzede, üzede. De jó a szöveg? Vagy mit érnek el ott? Az csak ilyen... Lelele. Daylight come and... Let me the one go home. Te ilyeneket különben énekelsz? Csak otthon. Otthon. Jason Derulónak nem passzol a hangja hozzám, úgyhogy... Ja. Ja, ez egy Jason Derulo. Ez egy Jason Derulo, igen. Ezt figyelj! Jó, akkor viszont egy másik generáció vagyunk, ezt a nótát mikor kezdték el? Nem tudom, nem hallgatok pózni, csak metált hallgatok. Oké. Okay. Figyelj, ez valami, én úgy emlékszem, hogy ez valami kubai nóta, de majd meg fogjuk nézni. Jó. Jó? Na hát most ebből szerintem a hallgatók le is szűrhették, hogy egy énekesnővel ülök itt egy asztalnál, majd mindjárt elárulom, hogy kicsoda. Október 24-e van, és még azt is elárulom, és ez most a legnagyobb hír, hogy már akinek, mert valaki ettől ki van, hogy elkezdődött az őszi szünet. És ez azt jelenti, hogy hurrá van a gyerekeknek. Úgyhogy kedves tanárok, azok, és ezt most jó figyeljetek, tanárok, azok, akik adtak házi feladatot a gyerekeknek, azok szégyeljék magukat. Mert a szünetbe, és ezt most én mondom a Lombos Marci, hogy szünetbe lehet adni a gyerekeknek házi feladatot, csak genyomság. Ugyanis a szünet arra van, hogy a gyerekek pihenjenek. Ezt gondolom. Október 24-e van, vasárnap délután 4 óra. Este 8 óraig ülök itt a mikrofon előtt egy gyönyörű hölgy társaságával, egyébként nincs egyedül. Őt Halmai Rékának hívják, aki a The Dreamcatcher zenekarnak az énekesnője. Vele fogunk dumálni. Na most hogy van? Van egy mai előadó, a Jason Derulo, aki elénekli ezt a dalt, ez a daylight comes when they wanna go home, és ez a szövege is? Igen, csak egy kicsit átalakította meg ugye a saját stílusához formálta. Úgyhogy, de mondom, az eredetit nem hallottam, úgyhogy nem nagyon van viszonyítási alapom. Aha. Jó, de mindegy, tök jó, hogy gyakorlatilag a maiak is felismerik. De te tényleg, Zolitól kérdezem, te nem ismered ezt a dalt? Jó, figyelj. Csak a fejedben nem lehet hallani, ja, hogy így. Hát az igazság, hogy én főleg rockzenére és metálon nevelkedtem, úgyhogy nekem a saját zenekarom az Érdői Pop zenekar a lényegében, amit hallgatok. Na, szóval Dreamcatcher zenekar, róluk fogunk beszélgetni, meg szerintem belemegyünk így egy picikét így a személyiségbe, meg mindenbe így. Jobbnál jobb zenéket fogunk hallgatni, remélem, hogy jól érzitek magatokat. Szerintem így, ha kimentek az udvarra, meg dumálgattok, akkor is a háttérbe így szóljunk. Mi az biztos, hogy nem fogtok csalódni, mert hogy egyébként soha nem szoktatok. Ocsó Macsótól az Úgy Tombol című dal következik. Hölgyeim és uraim, akkor engedjétek meg, hogy még egyszer beköszönjük. Sziasztok! Halmai Rékával ülünk itt szembe, ő ül itt velem szemben a mikrofonnál. Ugye a Dreamcatchers zenekara, és én egy tehetségkutatón találkoztam veletek. Nagyon izgalmas zenéről van szó, alapvetően egy kicsit rockos, kicsit alteres, kicsit poppos. De hogy mégiscsak rólad beszéljünk ebben az egész történetben, hogyha jól tudom, akkor neked van egy ilyen népdalénekesi múltad. Igen. És akkor itt velem szem egy lila hajú hölgy, vagy egy ilyen lilás hajú hölgy, aki a népzenei múltból elindult egy ilyen alteres, rockos irányba, és így az jut az ember, eszébe nem fogom megkérdezni, hogy hány éves vagy, mert nem illik nőktől, hogy azért ez nem egy hétköznapi élet. Tehát, hogy így, ez nem az a tipikus hétköznapi sors, hogy egy kislány elmegy iskolába tanulni, és akkor jogásznak készül, jaj, de jó, meg így. Hogy ez honnan, hogy mi ez, valami kis csodabogár beleült a kis személyiségedben 3-4 évesen? Vagy te ezt hogy vetted észre, hogy te nem ugyanaz a kislány vagy, mint az osztálytársaid nagy része? Én tulajdonképpen Erdélyből származom, édesanyám ott született, és így ebből kifolyólag így a hagyományi világban, a népzenei világban már én kiskorom óta benne voltam. Anya mindig énekelt nekem menasági népdalokat. De rég hallottam ezt a szót. Ez a menasági? Menaság. Csíkmenaság, igen. Aha. És hát aztán szépen lassan megtanulgattam én is tőle ezeket a dalokat, és akkor vette észre, hát, hogy a gyereknek jó hangja van.
el kéne vinni egy zeneiskolába. És akkor... énekeljenek valami szép, egy ilyen menossági sort. Valamit. Megint meg? Azt mondjuk, egy kicsit ki is elemezhetjük. Jó, mindjárt. Hogy ez mitől más. Csak már rég énekeltem, gondolkodnom kell egy picit. Figyelj, egy sor, az első, ami az eszedbe jut, vagy amit így nagyon szeretsz. Hát van, amit mindenki ismer, egyébként a Repülj, madár, repülj. Oké. Okay. Menasságra repülj. Repülj, madár, repülj, menasságra repülj. Jaj, de szép. Figyelj, tök érdekes, hogyha most így hallgatom, vagy ahogy hallgattam, hogy először is, amitől ez egy kicsikét más, hogy másként vannak képezve maguk a magánhangzók, hogy másként van kerekítve. Tehát, hogy az A is kicsitós, menasságra repülj. Meg aztán ez az egyik, ami nagyon érdekes, azok a hajlítások, tehát amitől ez más, mint amit így mi megszoktunk. Fú, most rengetegen benne vannak, így popzenében szokták nagyon fikázni ezt, hogy így meg van hajlítva, meg hogy a hosszú, hogy a rövid magánhangzót miért kell meghajlítani, és közben meg ez így tökre a gyökereinkben van minden. Igen. Ugye? Igen, nagyon fura egyébként, amikor csináltuk az album felvételeinket, akkor is ment így a vita egy kicsit a stúdióban, hogy de az egy rövid magánhangzó, azt le kell rövidíteni, és nekem nagyon nehéz volt átszokni egyébként. Mert és kivel, ugye, ki vitatkozott veled el? A Zoli meg a Kovacsics Ádám, hogy ugye egy ilyen popposabb oldalon inkább a rövid magánhangzókat ugye lerövidítik a sor végén főleg. Csak annyira bennem volt, hogy ez a népzenei világ, hogy ott körülbelül az összes dalnak az összes sorajá van húzva, és van a végén egy díszítés. Például van egy olyan, hogy emelkedve egy nagy madár, emelkedve egy nagy madár. Tehát ott is van, hogy madár, és akkor madár. Na figyelj, én most, amit én tanulok, én klasszikus éneket tanulok, elmegyek, elmenjek, hosszú útra menjek. Gyakorlatilag minden magánhangzó, amire azt mondják, hogy nem szabad meghajlítani, az meg van hajlítva. Igen. És a popzene, ami elvileg a szabadságról kéne, hogy szóljon, és hogy figyelj, itt mindent lehet, meg ott nem szabad semmit. Tehát, és dalszövegekben is úgy meg van kötve az ember keze, mint az állat. Tehát gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy a könnyű zene, és most ebben így nem tudom, hogy miért szálltunk vele, hogy a könnyű zene az a legkötöttebb műfaj. Ja, főleg Magyarországon szerintem egyébként, ja, mert most Amerikában azt csinálnak, amit akarnak a magánhangzókkal. Tök egyetértek. Hú, most kicsit belementünk ilyen szakmázásba. Oké, okay. Tehát hogy tanulgattad a nagymamától, anyukától? Anyukámtól, igen, igen. Aztán tulajdonképpen, amikor óvodás voltam, akkor én már az összes óvodástársamnak megtanítottam a székely himnuszt, és egyik barátnőm hazament hozzá így 4 évesen az anyukájához, és elkezdte énekelni a székely himnuszt, és akkor így néztek, hogy úristen, honnan tudja a gyerek a székely himnuszt? És akkor mondja, hát Rékától tanultam. És tök érdekes volt, hogy nekem mindig volt kb. Minden nap, amikor a délutáni kis sziesta után felkeltünk, kint kellett volna játszani, de esetleg tél volt, és akkor az óvonéni elé mindig kiálltam, és akkor a gyerekek előtt énekeltem. Szóval nekem már nagyon korán bennem volt ez, és azokat adtam elő az óvodástársaimnak, amiket anyukámtól tanultam. És akkor ebből hogy lehet egy ilyen gyökérből átmenni egy ilyen könnyű zenei gyökérbe? Szerintem az, hogy felnőttem, ugye, nagyon sokat foglalkoztam az angol nyelvű dalokkal, angol nyelvű szövegekkel, meg filmeket néztem angolul. Nekem nagyon jó angol tanárom volt egyébként, már általános iskolában tök fiatalon nagyon jól elkezdtem angolul beszélni, fogékony is vagyok rá, úgyhogy nagyon hamar beengedtem ezt a könnyűzenei poppos oldalt. Aha. De azt tudod, hogy a nyelvtanulás meg a zene az szinte így kéz a kézben Igen. működik. Most csak nem tudom, hogy miért jutott erről eszembe, de van egy nagyon kedves gitáros barátom, embertelen jazzgitáros a csávó, és képzeld el, hogy nézem, hogy pingpongozni tanul. És fölrakott a Facebookra egy videót, hogy hogyan pingpongozik, eszelős jól. És arra jöttem rá, hogy így néztem, hogy oda is írtam a poszt alá, hogy úgy érzem, hogy a pingpong tanulása, meg a gitározás tanulása, az mint a kéz a kézben menne egymással. És az mindez onnan jöttem rá, hogy én most a 4 éve boxolok, vagy több mint 4 éve, és hogy a box tanulása, meg az ének tanulása szintén
ugyanaz. Hogy neked van-e valami olyan analógiád, ami az énektanulás, tehát ahogy fejlődtél az éneklésbe, vagy mélyültél el benne, hogy azzal együtt az élet más területén is kiteljesedtél? Szerintem a népdaléneklés alatt, amíg tanultam, akkor sokkal jobban tudtam kifejezni magam, nem csak a dalokon keresztül, hanem így beszédszerűen. Tehát, hogyha valakivel beszélgettem, akkor sokkal egyszerűbb volt elmondani a dolgaimat, meg a problémáimat, mert ugye az a lényeg egy népdalénekesnek, hogyha kiáll egy színpadra, akkor egy dalon keresztül át tudja adni azokat az érzéseket, amiket ő szeretne közvetíteni a közönség felé, még hogyha nem is mondja így ki szóval egy beszélgetés keretében. És nagyon jól megtanultam ezt belevinni, nagyon-nagyon sok idő volt, nagyon nehéz volt, de aztán ráéreztem erre, és akkor az élet többi területén is sokkal egyszerűbben tudtam beszélni a gondjaimról. Aha, tehát hogy egy kommunikációs húrt tendített meg az ének. Az éneklés. Ja, ez izgalmas. Egyébként szerintem is ez van. Ugye meghallgatunk néhány dalt, most például Sigridtől a Mirror címűt, és aztán jövünk vissza. Halmai Réka a vendégem, a Dreamcatcher zenekar énekesnője, a nagyszerű Dreamcatcher zenekar csodálatos énekesnője, mondjuk inkább így. Figyú, az Erdélyből való Magyarországra költözésed, az nem lehet róla tudni semmit? Nem, csak én már itthon születtem, tehát nekem az nem volt. Oké. Okay. Igen, csak anyukám költözött ki, amikor leérettségizett, aztán itt ragadt tipik szerelmi sztori, hogy apukámat itt ismerte meg, és akkor itt ragadt. Úgyhogy mi a tesómmal már itt születtünk. De tök érdekes, hogy közben, ahogy beszélsz, azért érezni, hogy van az akcentusodban valami erdélyi, tehát hogy bennetek, azért ez nagyon erős. Igen. Az erdélyi van. Hát rengeteget voltunk. Én már, amikor megszülettem, utána 3 hónap múlva karácsonyra már vittek anyáik is ki. Tehát nagyon sok időt töltöttem ott ki és kint, és hát ugye, ahogy folyamatosan megvan a kapcsolat a külföldiekkel, vagyis a kint lévőkkel, így nem nagyon tudom elfelejteni ezt. Aha. Figyelj, óriási szakadék? Két világ között? Igen. Hát eléggé. És lehet tudni, hogy miben? Leginkább azt szokták mondani ilyenkor, hogy Erdély le van maradva 5 évvel Magyarországtól, Németországtól meg 50 évvel szoktak ilyeneket mondani. Hát ezek szerint ott lassabban 45-re megy. Vagyunk mi magyarok Németországtól. Ott lassabban megy az élet, mindenki csinálja a dolgát, teljesen mások az emberi értékekként, ezért is szeretek kimenni, mert amikor már nagyon beszűkülök itt Magyarországon egy világban, akkor mindig egy olyan szabadság kimenni. Hogy mi beszűkülsz be? Hát ugye leginkább az iskola, az elvárások, esetlegesen a családi problémák, bármi olyan, ami így nem engedi azt, hogy én kibontakozzak, és amikor kimegyek, akkor azt érzem, hogy így minden eltűnik, mert senkit nem érdekel az, hogy én kvázi milyen ember vagyok, senkit nem érdekel az, hogy én mit csinálok a szabadidőmben, mindenki végzi a dolgát, nyilván falu és megvannak a pletykák, de ez már mellékes. Fantasztikus egyébként az állatokkal foglalkozni, az, hogy ott nem kell semmin aggódni, nem kell semmivel foglalkozni. Úgyhogy ez nagy szabadság nekem, és nagyon örülök, hogy ez van az életemben. Mi van még? Különbség? Különbség például ugye technológiában is nagyon sokáig nem volt ott például jel, tehát nem lehetett telefonálni kint. Volt egyetlen egy pont a faluban, mert felraktak egy antennát egy hegy tetejére, és volt egy pont a faluba, ahol hogyha így telefonáltunk, akkor érte a jelet arról az antennáról a hegytetőről, és lehetett telefonálni, de csak egy pár percig, mert ha nem megszakadt utána. Szóval most egy pár éve jött be ott is a Vodafone például. Aha. Tehát azelőtt nem volt. De figyelj, de az jó. Igen, most már így jó, bármikor az sétálok jó. Az úton, tudok telefonálni. Na jó, eddig nem volt. Érted, tehát, hogyha mondjuk ott van a mérlegnek oda tesszük mindkét oldalára, most nyilván a térerő, amit te jelenleg mondasz, a térerő mellett ezt a begyorsulást is, ezt, hogy összenyom a világ, érted? Tehát, hogy akkor így, nem tudom, ez most 47 éves vagyok, annyi múltam el, és így én magam is sokat gondolkodom ezen, hogy vajon jó ez, hogy így tele vagyunk ezekkel az állandó, mindenből a legjobb kell, a legújabb, a legdrágább.
Igen, ez szerintem ez ilyen világi megszokás, vagy hogy mondják. Tehát annyira ez közvetíti az összes csatorna, annyira ez közvetíti az összes rádióegység, a social media felületek, tehát hogy annyira belemagyarázzák, főleg a fiatalok fejébe, ugye, és akkor anyu, apu egyből akkor rohan, és a gyereknek meg kell venni a legújabb iPhone-t. De hál' Istennek amúgy én tök jól megtanultam a dolgokat így a falusi világomból, hogy teljesen elég az, amin van. Aha. És így nem tudtam igazából a médiának a befolyása alá kerülni. Aha, tehát, hogy igazából benned az egyensúly ott van meg, igen, hogy Magyarországon, ahol egyébként laksz, élsz, dolgozol, tanulsz, énekelsz, hogy itt kevésbé engeded magad befolyásolni. Igen. És akkor gyakorlatilag mivel telnek a napjaid itt Magyarországon, Budapesten? Hát leginkább suliba járok most. Most vagyok az egyetemem utolsó évében. Fogok diplomázni nyáron, ha minden jól megy. Nemzetközi tanulmányok szakon vagyok. Izgalmas igazából, csak kevés az órám, és így ugye kevesebb idő telik el a napból, de az, hogy bejárok, ott vannak a szaktársak, el tudok velük lenni igazából. Meg rengeteget segítek anyunak otthon. Most ők otthon vannak Erdélyben mellesleg, úgyhogy én viszem a háztartást most másfél hete lassan. Úgyhogy izgalmas egyébként, úgy el vagyok. Mindig van valami a fejemben, amit kitalálok, és akkor azzal elfoglalom magam. Meghallottunk néhány dalt. Nelly és Kelly Rowland. Jaj, de jó, ez a dilemma. Emlékszem még erre a dalra? Nem. Mindegy, oké, majd meg fogjuk hallgatni, és aztán hírek előtt visszajövünk még egy rövidebb időre. Halmai Réka vendégem, Dreamcatcher zenekarból, most meg visszajöttünk, mindjárt kezdődik a hírek, de előtte azért még van egy kérdésem, hogy mondtad, hogy nemzetközi tanulmányokat tanulsz, hogy ez egy iszű nehéz ügy, megcsinod a diplomát, van egy tök jó zenekarod, meg van egy tök jó diplomád, és valamerre el kell indulni. Igen. Vagy elindulunk két úton. Indulj el két úton. Hogy... Hát. Hogy ezt, vagy nem szaladunk ennyire előre? Az a baj, nincsenek igazából terveim, pont most kérdezték tőlem, hogy akkor mit szeretnék csinálni. Az én emberem vagy. Soha nem volt. Most sincs. Hát igen, mert én eredetileg az orvosira készültem, még gyerekkorom óta, nagyon régen. Aztán az végül is az érettségi közelettével úgy nézett ki, hogy nem fog sikerülni. És így arról leraktam, és hirtelen kellett valami mást keresnem. És ugye annyira be voltam szűkülve ebbe, hogy jó, orvosi, hogy nem tudtam még kitalálni, nem volt annyi időm. Ráadásul ugye online oktatás alatt én nem is tudtam úgy bejárni, és nem tudtam kitalálni, hogy akkor most merre szeretnék elindulni, hogy akkor mit szeretnék csinálni az orvosi helyett. Úgyhogy ez most így egy nehéz kérdés, de igazából ezzel a nemzetközi szakkal azért is mentem erre, mert rengeteg félét tudok csinálni. Tehát benne van ugyanúgy a médiás, a kommunikáció média tudomány fele, akár diplomácia fele, akár egy közigazgatásba, tehát akár egy multicéghez. Nagyon sok lehetőségem van ezzel, már egy alapképzéssel is. Értem. Figyelj, meghallgatjuk a híreket, és aztán visszajövünk, egész más témáról fogunk beszélni, de mindegy, majd érezni fogod, meg nyilván tudni, mert én meg segítek. Hírek.
Kedves Réka, és hogy állsz mostanában így a zenehallgatással? Hallgatás. Hallgatás. Ha, meg mit hallgatsz, meg egyáltalán? Hú, hát én nagyon sokrétű vagyok egyébként, a klasszikus zenétől elkezdve én mindent meghallgatok, ami egyszer a kezem ügyébe kerül a YouTube-on keresztül. Sokat hallgatom az együtteseim zenéit is, bár azokat inkább ilyen... Már hogy saját nótákat. Igen. Fú, ez fie, alig olyan kevesen vannak, akik ezt bevállalják. Én szoktam hallgatni egyébként leginkább ilyen önreflexió szinten, van ilyen szó? Oké. Okay. Szóval, hogy leginkább a saját hangomat hallgatom ilyen technikai szempontból, hogy akkor abból merítsek ihletet, hogy akkor mit lehet máshogy csinálni, vagy most ebbe ez volt jó, ezt a hangot jól megütöttem, akkor más, tehát hogy inkább ilyen technikai szempontból hallgatom. És amikor mondjuk rádióba hallod meg a saját dalodat, mert ugye erre is van példa, hogy ezt... Azt is így hallgatod, vagy akkor? Hú, hát nem. Mert az egy teljesen más helyzet. Igen. Legelőször, amikor a vihar bekerült a Petőfi Rádióba, akkor én pont dolgoztam. És én futárként ugye sokat hallgatom a rádiót, és... Mit futárkodsz? Most már nem dolgozom a suli mellett, de egyébként Dom Pepe futár voltam 8 hónapig, és rengeteg rádiót hallgattam. És pont akkor írt a Zoli előtte, hogy hallgassátok, srácok, a rádiót most kezdődik mindjárt. És én pont kaptam egy tök messzi címet, mondom, de jó, míg megjárom, dugó is van, megjárom, addig meg is hallgatom az egészet. És annyira szürreális volt hallgatni magamat a rádióba, hogy benne van a dalunk a rádióba, és ilyen, inkább így el voltam kápráztatva, hogy így, úristen, saját magamat hallom, nem egy igen, sima felvételről, hanem hogy bejátszották a rádióba, tehát az okay, teljesen más. Jó, és akkor egyébként miket hallgatsz? Ezt mondtad, van klasszikus, van Dreamcatchers. Igen, klasszikus. Fél régebbi, vagy mai zenék inkább? Is-is. 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 Fél, ezt azért kérdeztem, mert ebben az órában zenét fogunk hallgatni. Ma ugye október 24-e van, és megnézzük azt, hogy a mai naphoz képest milyen dalok szerepeltek a Billboard lista élén, ezelőtt 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt, és aztán a legvégén, majd a hírek előtt visszajövünk és megnézzük a 2021. október 24-i Number One slágert is, oké? Okay? Yeah. Ami most jön, egyébként a Megafon slágerei közül egy New Edition dal, aminek a címe Candy Girl. Indulj el egy úton, nem tudom most miért. Most rendesen arra szoktattál rá, vagy hogy így azt az érzést hozod magaddal, hogy népdalokat kell énekelni, és ez különben olyan jó dolog. De billboardozunk. 1971-et írunk, október 24-et, mutatom, hogy mi volt a dal. És már megy is. Figyeljék, ha ismered, vagy felismered az énekhangot, vagy bármi eszedbe jut róla, mondd. Egy pillanat, én átadom a mikrofont a mellettem ülő úriembernek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő tudja, hogy ki az. Nem baj, ha nem. Ez egy játék. Ha nem, akkor én segítek. 1971. október 24-en, már néhány héttel ezelőtt egy akkor még fiatal ember, ma már egy idősebb. Kérem szépen. Van itt segítsége is Rékának. Rod Stewart neve neked mond valamit egyébként? Nem. Ne hülyéske! Ne! Nem lehet, hölgyeim és uraim, nagy baj van! Nagyon megöregettem. Egy Rod Stewart nevű ember, aki egyébként egy kultikus figurája a könnyű zenének, Maggie May című dalával a lista élére kerül. Egy picit hallgassunk már bele. Ugye egy ilyen akusztikus gitáros, ilyen country gitáros félhúros, ugye? Valami ilyesmi. Egy Maggie May nevű dalról szól a hölgy. Ezen sokat gondolkodtam, hogy mikor jut el oda az ember, vagy hogyan jut el oda az ember, hogy amikor egy dalt ír, akkor megnevezi benne a hölgyet, vagy az urat. Érted, hogy... De hogy név szerint? Igen.
Igen. Hát én hogy, személy szerint nem vinném bele. Hogy olyan Padüdőnek volt ez a Látszete másén már, a Szabó János, talán emlékszel ilyen. Van egy-kettő ilyen nóta így a történelemben, így a pop történelemben. Sokszor csak egyébként egy keresztnévvel. De hogy te úgy érzed, hogy te nem énekelnél. Én nem vinném bele, inkább egy ilyen körülírás, vagy egy... És miért? Mondják, nem tudom, szerintem az olyan személytelen. Micsoda? Mert ugye, nem? Hogyha körülírom inkább, hogy ő kicsoda, vagy esetleg úgy nevezem meg, hogy mit tudom, most mondok valamit, hogy szőke, magas fiú, akkor ott már van egy elképzelésük az embereknek, de most én benyögöm azt, hogy Ricsi, akkor ő nekik azt mondják, hogy hát jó, de oké, érdekes, ez egy név. Én is a Ricsire gondoltam. Kimondtam azt a nevet, hogy Ricsi? Nem. Ez a páromnak a neve csak. De érdekes, én is kimondtam. Vagy én is egy erre a névre gondoltam, hogy Ricsi. De mondjuk úgy, hogy Richard. Figyelj, igen, de most egy kicsit ezt úgy fordítanám le, mondjuk a festészetbe, és akkor belemegyünk egy kicsit ilyen művészet filozófiába, mint hogyha a festészetbe lefestenének egy alakot, és akkor le van festve, de pont nem néz oda, csak hátulról látod az arcát, mert hogy nem számít, hogy ő Mona Lisa. Uh-huh. Érted? Mert igen, értem. Érted? Tehát, hogy az van szerintem, és akkor pont talán itt van a kulcs, hogyha azt akarom, hogy ez a dal az Nóráról szóljon, tehát a Nóráról szóljon, akkor ez Nóra kell, hogy legyen. Ha nem fontos, hogy ez Nóra, hanem az fontos, hogy valaki, aki az én szívemet összetörte, ellopta, stb., akkor nem fontos a név, szerintem. Szerintem ugye a népzenében sokkal jobban jelen van a megnevezés. Kicsit szerintem klisés a popzenében megnevezni, főleg magyar zenében megnevezni valakit. Hú, szerintem olyan, pont, olyan nem. Fura szerintem igazából. De miért klisés? Hány olyan magyar dalt ismersz, ami meg a néve van nevezve? Hány olyan magyar? Hát leginkább ugye mennek nagyon ez a belga együttes, megvan? Nem? Igen, a belga? A belga szokott ilyet csinálni, tehát nekem jó, egy kicsit más, ilyen más kategória. De az meg ugye a régiekben szoktam hallani egy-két ilyen nevet elvétve, de nekem jobb az, hogyha adok valamennyit a hallgatóságnak, de mégsem az egész karomat. Oké, okay. Persze, nem ez szerintem ez ilyen ízlés, amiről beszélgettünk. Ja, szóval ő volt Rod Stewart. Ez milyen hangszer? Citera. Maggie May. Azt hiszem. Rod Stewart és egy citerás csávó vagy csaj, nem tudom. Ugrunk 10 évet, 1981, augusztus 24. Október. Azt mondtam. Így mondtam, hogy október 24. Október. Once in your life you find her, someone who turns. Ismered? Ismerős nagyon. De jó, én nem ismertem. De te is szereted ezeket? Igen, olyan nagyon, jók ezek a dolgok. Nagyon-nagyon szeretem. Igazi jó nagyívű dolog, képzeld el. De jó. Ugye? Nagyon jó. Képzeld el, hogy volt egy film, aminek az volt a cím, hogy Arthur. Ez egy Dudley Moore, John Gielgud és egy Liza Minnelli film. Ez egy nagy filmvígjáték, kicsit ilyen romantikus filmjáték, de ezekben az időkben, ezek a filmvígjátékok, ezek olyanok voltak, hogy az ember szíve beleszakadt. És ennek a filmnek volt ez a zenéje. Egyébként, ha így most így mutatnám, itt van előttem a trailer, ha hallgatóim szerintem 80%-a fölismerné a főszereplőket. Ilyen jó nagy hülyeség. Tehát ilyen kicsit ilyen Pierre Richardos. Na mindegy. De Liza Minnelli neve az mond neked igen, valamit. Igen. Ja. És ez a dal, amit egyébként egy Christopher Cross nevű fehérbőrű csávó énekel, és ez fontos, hogy fehérbőrű. Na, mondd. Ez egy srác? Igen. Ne hülyéskedj! Tényleg?
Kicsit. Te nőnek hallottad? Én egy pont, hogy egy néger nőnek a hangját hallom. De érdekes ez. És tulajdonképpen a dal címe ez, hogy ez az Arthur filmnek, az Arthur's Damn Best That You Can Do. Ez a nóta címe. Saxofon szóló! Ez fie, igazi 80-as évek, nagyon jó. És tudod, mi kicsit, te ismered ezt a kifejezést, hogy Blue Eyed Soul? Nem. A soul zenét egyébként szereted? A soul, amerikai soul zenét? Nem ismerem. Vagy hát, hogyha mutatnál vagy belőle, nem akkor tudnád, igen. Fia, Stevie Wondertől kezdve az Aretha Franklin, a Marvin Gaye, ők ilyen soul uh-huh. előadók. Tulajdonképpen ilyen dallamos, ilyen lélekhez szóló zene, és ennek a fehér megfelelője, ez a Blue Eyed Soul, amikor ugyanezt a zenét, amit az afroamerikaiak elkezdtek ugye a bluesból így egy ilyen dallamosabb, poposabb köntösben tálalni, ezt a fehérek Blue Eyed Soul műfai néven tolták. Na hát tulajdonképpen ennyi. És akkor legyen az, hogy most belehallgatunk 91-es trackbe, de nem beszélünk róla, jelez, hogyha felismerted, és aztán majd a következő blogban néhány dal után így a Megafon slágerei közül pedig dumálunk róla. Tudod, kire van szó? Nagyon jó! Ezzel a dal, ezzel, és énekelni is így. Fogjuk énekelni ezt a dal? Azaz, kérem szépen. Mariah Carey, Emotions. Halmaidéka, de azt mondtuk, hogy ez csak a következő után, nem baj. Oké. Most meghallgattunk néhány dalt ismét a Megafon slágerei közül, Anima Sound System és a 68, meg néhány track, és aztán jövünk vissza Mariah Carey-vel. Elárultad. Na majd ezért megkapod a magadét. És akkor folytatjuk adásunkat. Halmai Réka ül velem szembe, The Dreamcatcher zenekar. Álomfogó indiánok vagytok ti. Ugye? Hogy előn a mikrofon állványon egy ilyen álomfogó, igen. Indián álomfogó log. Na, billboardozunk. Elárultad az előbb, de nem baj. Belehallgatunk megint az elejétől, elkezdjük hallgatni. Szerintem megosztó csajról van szó. Ugye Mariah Carey-nek hívják őt, a dal címe az Emotions. Szerintem voltak ennél jobb dalai, de különben ez is egy jó, igazi fülbevászó jó nóta. Nekem nem a kedvencem tőle. Egyébként sem szerettem őt sokáig, mert hogy megosztó a csaj. Te mit gondolsz róla? Én nagyon kevés dalát hallgatom egyébként. Egyik ez az Emotions, másik, amit nagyon sokszor hallgatok, a Whitney Houstonnal közös dala, a Believe. Meg még van egy. Most meg nem mondom. Hát ugye nyilván a Christmas-os verzióit. All I Want From Christmas is You, igen. Meg még van egy, csak most tudod, nem jut eszembe a címe. Baby, if you give it to me, I give it to you. És abban nem énekel nagyot, abban azt bírom, hogy annyira visszafogott, ráadásul egy ilyen lapaj rapperrel, a Busta Rhymes-szal csinálja. Igen. Meg aztán van még egy, az, na mindegy, nem is ez a lényeg. Magáról a csajról mit gondolsz? Hát nem nagyon követtem végig az életét. De egyébként te nem is éltél még ekkor. Ja, nem, még terve se voltam. Jó. És hogy talál meg? Tehát egy lány, aki... Érted? Mert hogy szerintem ez tök ritkán fordul elő, hogy felnő egy kislány, és akkor nem a kortárs zenéket hallgatja, vagy érted, hanem így csipeget a múlt zenéből. Téged hogy talált meg Mariah Carey? Igazából Ariana Grande-nak van egy coverje erről a zenéről, és akkor rákerestem, hogy ki az eredeti előadó, és onnantól kezdtem el meghallgatni. Figyelj, és ki tetszik jobban? Melyik verzió tetszik neked jobban? Az újabb, vagy az eredeti?
Mármint az Ariana Grande-s verzió? Hát mind a kettő egy hatalmas énekhanggal rendelkezik, de szerintem az eredeti mindig jobb. Tehát, hogy... Nem feltétlenül egyébként. Számomra egyébként igen. Vannak jó átdolgozások, de nekem még, mégsem üti meg azt a mércét, mint amit az eredeti hozott a lelkembe. Oké. Okay. Jó, ezt tök jó hallani. Na még egyszer kicsikét belehallgatunk. Kegyetlen nagy hang egyébként, nagyon. És jön a... Ugye tipikus ezek az üveghangok, amiben ő fantasztikus. Na és akkor ugrunk 10 évet, 2001, ezelőtt 20 éve, hogy mit hallgattunk? Hát mutatom. Nem tudom, miért megáll a YouTube-on. Figyelj, mennyire más az egész lüktetés. Ugye? Egy ilyen nagyon laza. Ez a 2000-es évek hip-hopja. Ugye tulajdonképpen igen, és közben mégsem. Igen. Mert nem egy hip-hop dalról van szó, nem egy hip-hop előadóról, hanem egy R&B előadóról, akiben közben működik egy hip-hopos csávó. Segítek. A csávót úgy hívjuk, hogy Ja Rule. Emlékszel még erre? Figyelj, kegyetlen nagy rapper. De vajon ki lehet az énekesnő? És megmondom, és így azt fogod mondani, Marci, így mondod nekem. Jennifer Lopez. J-Lo. Nem mondod. Mert ugye, hogy ismered? Fel se ismertem a hangját. Ennél egyébként egyet durvább volt, amikor az előbb azt mondtad erre, ez a Christopher Cross-ra, hogy ez egy női hang. Ja. Hogy milyen érdekes, hogy amikor, hogyha nem tudunk valaki, tehát nem tudjuk azt beazonosítani biztosan, hogy kicsoda, hogy önmagában egy ilyen játék, amikor így berakunk egy dalt, hogy mennyire nem, szóval, hogy labilis a fül akkor is, hogyha valakinek jó füled, de neked nagyon jó füled van. Ja, egyébként azért sem ismertem fel, mert most tök más ebbe a technikája. Tehát ilyen kicsit lightosan énekel benne, mint mondjuk... De ő lightosan énekel. Amúgy nem, mert vannak olyan dalai, amiben azért úgy énekel. Most jött ki például egy dala, amiben elég jó vokálokat is rak bele, ilyen erőteljes vokálokat, azért nem ismertem fel. Ja. Bírod a Jennifer Lopez-t egyébként? Ja, egyébként igen. Jobban szeretem énekesként, mint színészként egyébként. Én meg pont fordítva igen? vagyok vele. Aha, igen. Ugrunk 10 évet. Na kíváncsi ezek. Ó, hát persze. Hát ja. Settle down that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Az a helyzet, hogy Adélt és Halmeréket halljuk egybe együtt énekelni. Ez csak... Réka és Adél, igen. And like you to hold back or hide from life. És most itt lenne a legnagyobb lányom. Ő is olyan jól énekelné. Out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. 2011-ben. Hogy lehet? Egy ilyen felgyorsult világban, érted, megír valaki egy dalt, elénekli valaki így, és azt érezzük, hogy újra el lehet merülni az érzésekben. Közben a... Közben Réka a háttérben. Ez nem, bírom. Anyukámnak nagyon sokáig ez volt a csengő hangja, amikor apa hívta. Tényleg? Igen. Ja. Hát figyelj, nagy varázslat, amit Adél így ide teremtett nekünk ezekben az években. Nem tudom, mi van vele mostanában.
Tehát mi kell az ott eltett 10 év? Úgy tudom, hogy eljegyezték. Igen, meg ugye ő nagyon meghízott, aztán lefogyott, és akkor hagyott egy kicsit ilyen... De ez hülyeség, miért kell lefogyni? Hagyott egy kis időt magának, hát ugye mindenki piszkálta. Na, hát főleg az, hogy hülyeség. Amúgy el sem tudom gondolni, hogy milyen lehet, hogy állandóan ki kell állnod, ugye a vörös szőnyegre állandóan fotóznak, és ugye mindig kapsz valamit. Tehát, hogy amit csinálsz te a social médián, az soha nem jó valakinek. És ugye folyamat kapják az emberek ezeket a negatív kritikákat, és azért azt meg tudom érteni, hogy be tud sokalni tőle az ember, főleg, hogyha már 10 éve benne van a szakmába. És akkor most lefogyott, de most meg így kihagyott egy kis időt így a hogy mondják, kimaradt a külvilágból, és akkor egy kicsit foglalkozott többet magával. Azt hiszem, hogy most eljegyezték talán. Aha. Fél szerintem pont, hogy varázsa a csajnak az, hogy telt. Én alapvetően szerint attól van ilyen telt hangja szerintem. A Demi Lovatónak volt egy ilyen időszak, amikor, főleg, hogy most meghízott, sokkal markánsabb és erősebb lett a hangja. Attól, hogy van hely, hogy hova tegye be azt a hangot, a levegőt, hova veszi be, és sokkal nagyobb ereje van, mint amikor vékony volt. Oké. Okay. Nem kell nekik egyél. Na, ez volt a kis időutazásunk. Még egy darabig hallhatjátok Rékát és Adélt. És aztán a hírek előtt visszajövünk, megnézzük a 2021. október 24-i slágert. Na most hallgassuk a csajokat. Someone like you, I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I'll beg, I'll remember you say. 2021. október 24-e van. Tippelc. Vagy Olivia Rodrigo, vagy Lil Nas X. Figyelj, idén te vagy az első ember, aki ezt az Olivia Rodrigót így bevágja. Itt ülnek velem szembe a könnyűzenei élet nagyságai, és nem. Nem? Tehát nem. Képzeld el, hogy nem vágják. Én tudom, mert nekem van 3 lányom, Olivia Rodrigo, abszolút. Nézzük, figyelj, nézzük csak a top 10-et. Van Drake-ünk, van Dua Lipánk, Doja Cat, Olivia Rodrigo a 6. helyen, 5. helyen Ed Sheeran, 4. helyen ismét egy Drake nóta, Walker Hayes, Lil Nas X van a 2. helyen, Jack Harlow-val ez az Industry Baby, ezt ismered, ezt a dalt? Ja, igen, persze. Most jött ki a Montero albuma, és azon van rajta. Képbe vagy. Mutatom az első helyen lévő dalt. És ez jó, a másik. Jó. Na most képzeld, hogy nem egy olyan verziót raktam be, amit te ismersz. I do the same thing, I told you that I never would, I told you I changed, even when I knew I never could, know that I can't. Kit hallgatunk? Ez a Kid Laroi és Justin Bieber. Na most képzeld el, hogy igen, de nem a Justin Bieberrel. Na. És ez tök fontos, hogy kijött ez a nóta 2021. július 9-én egy Juicy WRLD nevű csávóval. Igen, igen. És nem volt nagy siker. Akkor adták el Justinnak? Aha. Jött Justin. Én azt beszállt, Csóra Juicy WRLD, az annyira, annyira kényelmetlen helyzet lehet, hogy tudod, van egy feat-em egy csávóval, majd jön valaki, engem kiraknak belőle, érted? Tehát, hogy nem úgy szállt be Justin Bieber, hogy beszállt 3., hanem helyettem szállt be. És hát figyelj, irgalmatlan nagy siker. Tehát sok héten. Egyébként valahogy lekerül a 2., 3. helyre, de visszakerült, tehát most már azt hiszem, hogy 3. került az első helyre. Na, hallgass meg a... Ez a Justin Bieber nélkül verzió. Az első helyen egyébként nem ez áll. A Justin Bieber-es áll az első helyen? Igen.
Ez figyelj, tulajdonképpen nem volt egy... Július 9-e óta 1 millió valamennyien nézték meg, tehát hogy mondjuk Majkának bármelyik dala jobban szerepel, mint ez. Uh-huh. Jobban és aztán egyszer csak jön a Justin Bieber, érted, és ennyi. Oké, okay, és akkor most meghallgatjuk a híreket. Elindítom a harmadik óránkat. Ma ugye október 24-e van, ezt már mondtam. Nem rontottam el egyszer sem, és nem mondtam, hogy augusztus. Ezen a napon mindenki, nyugodtan szólj bele, mindenki a névnapját ünnepli, akit úgy hívnak, hogy Salamon, Aréta, Arétász, Gilbert, Gilberta, Gilgamesh, Harald, Herald, Herold, Ráhel, Rafael, Ráfis, Ráhel, mint H-val az előző, az CH-val, tehát Ráchel, akkor van egy olyan Rákhel, Rákis és Szalvador. Boldog névnapot kívánom neki. Illetve ha van olyan ismerősetek, akit így hívnak, csatogjatok át hozzá, rángassátok meg a fülét, köszöntsétek föl, üljetek le, ígyatok meg egy pohár fröccsöt, az jazz haza, hallgatni a rádiót. Eseményeket fogok mondani, olyanokat, amik ehhez a naphoz köthetők. Figyelj, ezt. Na. Belekezdek, jó? 1273-ban ezen a napon Habsburg Rudolf német király megkoronázzák Aachenben. Eszterházy Miklós Magyarország nádorává választják. 1648-ban a Westfáliai békével lezárul a 30 éves háború, elismerik Svájc és Hollandia függetlenségét. És akkor folytatom, csak be akarok tenni egy kis kommentárt. Hogy nagyjából ezt lehet érezni, hogy egy olyan napról beszélünk, amikor valakit megkoronáznak, aztán nádorra választanak valakit, majd jön egy béke és lezárul egy nagy háború. Szóval, hogy vannak napok így a... És ezt bátran mondhatom, mert hogy 5 évet csinálom ezt a műsort, folyamatosan monitorozom a történelmet, így napok szerint, hogy vannak napok, amikor háborúk törnek ki, és ha olvasod végig, és konfliktus, megölték, kivégezték, háború lebombázta ize. És ez a nap meg valahogy tök érdekes, hogy nem egy ilyen. 1849-ben, igen, 1849-ben Hajnau kiadja Magyarország ideiglenes katonai közigazgatási szervezetéről szóló rendeletét, Erdélyt, Horvátországot és a Mura közt leválasztja a Magyar Királyságról, az országot 15 kerületre osztja, a megyék megszűnnek. De hogy valamilyen szempontból mégsem egy ilyen, nem egy zárásról beszélünk. Ez különben érdekes. Figyelj, 29-ben a fekete csütörtök, tudod mi az? A New York-i tőzsdén e napon robban ki az 1929-től 1933-ig tartó gazdasági világválság. Megnyitják a balsai Tisza hidat 1930-ban. 1931-ben megnyitják George Washington hidat New York és New Jersey között. És akkor mit tudom én, van ilyen életbe lép az ENSZ alapokmánya, ezzel formálisan is megkezdi működését az Egyesült Nemzetek Szervezete, ami szerintem iszonyú fontos dolog. Majd erről beszélünk, mert
Mindegy, szóval erről még beszélünk. Szóval, hogy ilyenek. Nyilván vannak itt negatívabb dolgok is, de hogy Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága alkotmányellenesnek nyilvánítja a halálbüntetést. Szóval, hogy tök érdekes dolgok történtek október 24-én, hogyha így nézzük a történelmet. Születésnaposokat fogok keresni, olyanokat, akik ezen a napon születtek bármikor a történelemben. Az első, akit jegyez a Wikipédia, az 51-es születésű, mert hogy Krisztus után 51-ben Domitianus, római császár, ő 96-ban szült meg. Halt meg. Tehát 51-ben született. És akkor van itt egy iszonyú hosszú lista, például 1817-ben született Lázár Vilmos honvéd ezredes, aki egy aradi vértanú volt. Déri Miksa magyar mérnök, elektrotechnikus, ipari feltaláló. Irgalmatlan hosszú a lista, és azokat keresem, akiket én magam ismerem. F. Murray Abraham, Oscar-díjas amerikai színész. Kevin Kline, Oscar-díjas amerikai színész. Puzsér Robert, magyar publicista, újságíró, műsorvezető, kritikus. Wayne Rooney, angol labdarúgó. Böbe Dániel, magyar labdarúgó. És akkor kb. Ez az, akit én ismerek, akiket én ismerek, boldog születésnapot kívánunk nekik. Ha fenn a mennybe, akkor fenn a mennybe boldog születésnapot. Meg nyilván van egy csomó hallgatónk, aki ma ünnepli a születésnapját, mert nekik éneklünk egy boldog születésnapot. Erdélyi akcentusa. De tényleg, ti mit énekeltek Erdélybe, ha valakinek születésnapja van? Van egy nagyon szép népdal egyébként, de azt nem Erdélyben szoktuk énekelni, hanem amikor én jártam néptáncolni, akkor valakinek ott a társaságban szülinapja volt, és akkor körbeálltuk őt, és akkor elénekeltük ezt a dalt. Ez úgy szól, hogy sok születésnapokat vígan megélhess, napjaidat számlálni, ne légyen terhes, stb. Ezt szoktuk énekelni. Otthon, így családtagoknál simán boldog szülinapot. Annyira hiszek egyébként ebben, hogy körbeállni és megáldani valakit, hogy azt gondoljuk, hogy ez hülyeség, de ebben sokkal több van. Mert olyan érdekes voltunk egyszer Balatonbogláron, ott a Boglári Jazz Fesztiválnak a vezetőjével, főszervezőjével mulattunk egyet, és akkor ott volt egy születésnapos srác közöttünk, és így odaállt vele szembe, és úgy énekelt el, hogy ebben van valami olyan felemelő dolog, és van benne valami olyan földön túli, és közben nagyon igaz, és tényleg, tehát ugye ezt nem lehet azzal leütni, hogy jó, most akkor... ezek a rezgések konkrétan áldást tudnak a másik emberre hozni. Ezt tökre hiszek neked. Vagy hib ebben, bocsánat. Nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Az ENSZ világnapja van ma 1945 óta. Ma van az Magyar Operett napja 2002 óta, Kálmán Imre születésnapja 1882-ben, és Lehár Ferenc halálának napja 1948-ban. Tehát emiatt van a Magyar Operett napja, illetve Zambiában a függetlenség napja. Claret Szent Antal Mária emléknapja a római katolikus egyházban. És csak azt akarom mondani, ez az ENSZ-szel kapcsolatban, persze a magyar operettet is ki lehetne emelni, de hogy szerintem tök fontos, hogy így sokat szídják az ENSZ-t, meg így kritika éri, de hogy akkor is, hogy a világon van egy asztal, ahová minden, nem tudom, hónapban, héten, nem tudom milyen rendszeresség, leültetik az embereket, és akkor is beszélgetniük kell, hogyha nem akarnának beszélgetni, és olyan embereket ültetnek le egyébként ehhez az asztalhoz, akik soha-soha nem ültek volna. Tehát ott 45-ben, amikor az ENSZ megalapították, akkor szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog történt, és ez előremutató, sok-sok ilyen asztal kéne. És lehet, hogy nem működik semmi sem tökéletesen, de mégiscsak működik. És közben megszólalt hátul a kazán. És amíg ezt elzárom, addig meghallgatunk egy dalt, méghozzá az 1975 nevű zenekartól a Me and You Together song következik.
Sőn Edin a kulturális program ajánlója következik, sajnos Edinát nem tudjuk elérni. Ez nagyon ritkán előfordul, de csókoltatjuk, vagy mert nem tudom, majd valami felvételt keresünk, ahol beszélünk és bejátszunk, de nem tudjuk. Úgyhogy most kivételesen nem Edina, hanem Réka Halmérika, a Dreamcatcher zenekar énekesnője ajánl nekünk bármi olyan programot, amit így. Hát szoktam sorozatokat nézni nagyon sokat. Képzeld el, engem nem köt le. Igen. Én hogyha találok egyet, ami olyan nagyon-nagyon jó, akkor azzal tényleg órákat ott tudok tölteni a tévé előtt, pedig nem vagyok egy nagy tévés. Ja, mondjuk belekezdesz 10 sorozatba, abból mennyi az, ami leköt? Hát ha mondjuk egy... Amit végignézel. Amit végignézek. Általában, amiket mostanában nézek, azokat mind végignézem, de szerintem így arányosságilag egy olyan 4. Aha, tehát nem olyan sok. 20-ból egy. Igen. Hát mondjuk inkább volt például ez a Breaking Bad, nem tudom, ezt ismeritek esetleg. Az, amikor a kémia tanár. Igen, összeáll a diákkal, és akkor főznek mindenfélét. Az izgalmas volt egyébként, csak az nagyon leült már, elég sok évada van neki, és már a vége fele nagyon leült, úgyhogy csak így néztem, hogy jó, csak inkább fejezzük be, már nincs sok hátra. Figyelj, ha lehetne ajánlani a sok sorozat közül, amit megnéztél, egyet. A Prison Break, a szökés, ezt egyébként adták régen a tévében is. Nem tudom, ez egy olyan nagyon más világ, mint amit eddig néztem. Tehát, hogy van egy srác, aki mérnök. Schofield. A Schofield, igen, és annak a tesója, a Burroughs, az bekerült a börtönbe, és ártatlanul. Tehát rávartak egy gyilkosságot, és ki szeretné szabadítani, és csinál egy balhét a Schofield, és így bekerül ugyanabba a börtönbe, ahol a tesója van, és aztán kiszöknek. De az, hogy mit művel le a srác... De figyelj, de ilyenkor azonosulsz, tehát hogy a testvérrel elkövetett igazságtalanság az, ami szívem markol, és ami azt mondja, basszus, én ezt végignézem. Ha érted, hogy mit akarok kérdezni. Szerintem igazából maga ez az esemény, az, hogy agyal a srác, hogy hú, most mi fog történni. Tehát izgalmas inkább, mint hogy az érzelmeket nézem benne. Nagyon-nagyon izgalmas. És de érted, de hogy hol fog tényleg meg? Tehát, hogy mi az, ami megöleli Réket? És azt mondja, hogy na gyere, ugrunk. A sztori igazából maga. A sztori. Egyébként ezek a börtönös filmek szerintem egyébként is megfogják az embereket. Ha megnézel az IMDb-n, a legesleges, legnépszerűbb film az pont a Remény Rabbi, ami szintén egy börtönös film. Tehát az a valaha kapott legmagasabb IMDb értékelése. Valószínűleg ez az embereket valahogy megérinti, ez a börtönszituáció. Volt olyan vendégem egyébként, akitől megkérdeztem, hogy énekesnőként, hogy egyébként, hogyha nem énekesnő lennél, akkor mi lennél? És így mondta, hogy figyelj, bankrabló. Mondom, ne hülyéskedj, mert hogy. És annyira beleragadt ebbe a Money Heistbe. Az is nagyon jó. Ami egyébként embertelen jó sorozat. Fantasztikus. Annyira beleragadt, hogy ő konkrétan azt gondolta, hogy figyelj, hogyha én most nem ezen a pályán vagyok, akkor ott talál, tehát abban a szituációban találja meg magát. Nem, ez azért érdekes nekem, különben a feleségem is nézte ezt a sorozatot, hogy mi az, ami egy nőt így elvisz. Tehát ott van egy pasi börtön, pasik, megszöknek, de a nőt hogyan érinti ez meg? Vagy tetszik neked az a... Én már bocs, hogy ilyeneket kérdezek. Nem, szerintem, mondom nekem, így nem voltak fontosak igazából a szereplők, vagyis hát abból a szempontból fontosak, hogy például a Schofield, az borzasztóan jó színész, mármint nem tudom a nevét, az eredeti nevét, de nagyon-nagyon jól játsza azt, amit neki kell, és alapból már ez is fogott meg az elején, nem csak a sztori, hanem az, hogy annyira jól el tudták adni a színészek nekem azt a sztorit, hogy végig kellett néznem. Meg szerintem tudod, mi nagyon érdekes, vagy izgalmas, hogy az ártatlanul börtönbe csukott ember, hogy tényleg van valami olyan csavar így az alapsztoriban, vagy egy olyan helyzet, ami önmagában a nézőt azt arra sarkalja, hogy szinte automatikusan fölmegy a pulzus számod attól, hogyha megtudod azt, hogy egy fiatal, 21 éves srác ott ül a börtönben, és ártatlan. És mivel itt egy forgatókönyvet, tehát gyakorlatilag a sztori úgy van eléttárva, de nem mint a normál életben, hogy nem derült ki, hanem tehát bizonyosságod is van róla, hogy ő ártatlan.
Érted? Tehát, hogy szinte fölállnál is. Azt mondja, hogy gyerekek, hát engedjétek már ki őt. Nem? De hogy van egy ilyen varázsa ennek az egésznek? A börtönösről jut eszembe, hogy néztem még egy másik sorozatot. Az egy angliai fazon csinálta ezt a sorozatot. Igazából annyiról szól, hogy azt hiszem az a címe, hogy a világ legkeményebb börtönei. És arról szól, egy ilyen dokumentumfilm vagy sorozat, az a lényege, hogy járja a világon az összes olyan nagyon neves börtönt, és ő elmegy, és ott tölt egy hetet, vagy csak pár napot, amennyit bír. És nagyon érdekes, hogy így belátást kapnak a nézők abba, hogy egy-egy világban milyenek a börtönök. Tehát nagyon érdekes volt, Norvégiába is elment, és hát kanapék, meg ilyenek az őrökkel játszanak, pingpongoznak a börtönök, vagy a, hogy mondják, angolul jut eszembe, prisoner. Börtönőr. Az, aki ül. Hogy hívják? Elítélt. Elítélt, igen. Szóval az elítéltekkel játszanak, fociznak, vagy innen, ott annyira nincsen fegyelem, úgymond, de olyanok az emberek kint Norvégiában, olyan a mentalitás, hogy ez nekik nem fontos, hogy legyen fegyelem, mert mindenki normális, hogy oké, elkövettem ezt a bűnt, de akkor mi van, leülöm, és akkor jó. Aha. Tehát fantasztikus egyébként, és akkor elmegy utána egy ilyen nagyon lepukkant helyre, nagyon-nagyon szegény környezetbe, és azt látni, hogy be vannak nyomorodva az emberek ilyen 10 négyzetméter, és ott vannak 50-en, és akkor nagyon érdekes egyébként, azt is ajánlom. Ne, hogy az embert miért, az ember fantáziát miért birizgálja ennyire maga a börtönügy? Érted? Tehát, hogy most gyorsan asszociált egy másik sorozatra, meg én is, de hogy gyakorlatilag ez az egész ilyen börtön dolog, ez, hogy benne van az életünkben, hála Istennek egyébként nincs, de hogy mégis egy olyan területről van szó, egy olyan helyiségről, egy olyan intézményről, ami azért így piszkálja az embernek a fantáziáját. Szerintem igazából azért ennyire kíváncsi az ember erre, mert ugye nem mindenkinek van ugye belátása ebbe. Ha van is, akkor az is csak a filmek alapján, és ugye nyilván én például kíváncsi lennék, hogy oké, ezt láttam a filmben, akkor vajon milyen a valóságban? Tehát, hogy mindenki kíváncsi tehát valami. Elmennél a börtön? Csak hogy mit tudom én, egy börtön. Ha mondjuk volna egy börtönkoncert női börtönbe, vagy akár férfi börtönbe, te elmennél? Tessék. Játszani? Igen, énekelni. Hát nem tudom igazából. Így körbejárnék, mint mondjuk egy ilyen múzeum körút látogatásra, tehát elmennék így megnézni, hogy na akkor hogy néz ki az egész, de ott tartózkodni nem biztos. Énekelni nem mennél. Nem mernék szerintem. Aha. És akkor most következzen egy dal, illetve néhány a most következő MDC és a más világ. Hírek előtt meg természetesen jövünk vissza. Harmadik óra végén mindig, ami drága balassagyarmati költőnk Siket Norbi versét szoktam beolvasni. Ti kaptatok már verset Siket Norbitól? Nem. Szerintem fogtok. Facebookra rakja ki. Minden alkalommal ezt is onnan olvasom. Az a címe, hogy az élet. Egyébként a kenyérvilág napjára írta, ami október 16-án volt. Tiszta szép búza csillagként gyújtja a kaszapengéje, a haza egysége. Kévéző kezekben, él fénylő szemekben, tündöklő kalászból, csűrből jött varástól. Kicsépelt szemekkel, kincsétett remekkel, víz hajtott malomban, liszt alkot a homban. Míves, szép teknőben, vízzel élesztővel, sóval és cukorral, olajvérburokkal, dagasztva, kelesztve, alakra teremtve, kemence tüzében, nemzete ügyében, testé lesz előttünk. Szentség, melyet őrzünk. Élet és boldogság, szép remény, oldottság. Isten, akit meglelünk, minden napi kenyerünk. És most következzenek a hírek.
elindul negyedik óránk. Végig lehet ülni, azért nem 4 órát, itt a Lombos Marcinál. Mert azért mindenhol nem érted. Ebben az órában egy Temesi Berci interjúnk volna. Van egy rovata, férfiak és a stílus témakörben. És, de nem tudjuk elérni a Bercit. Úgyhogy most mi fogunk beszélgetni arról, hogy te Halmai Rékaként, nőként, te mit látsz? Neked mi az elvárás? Vagy egy nő, érted, hogy női szemben, mert szerintem ez tök fontos, hogy a férfiakhoz jusson el, hogy mi az, ami az alap, vagy mi az, ami extra, vagy mi az, ami sárm. De tényleg, mert na, úgyis mindegy, erre vissza fogunk térni, illetve beszélünk majd a jövőről is az azutáni blogban, így az adás végén. Ez tök fontos, mert hogy a Dreamcatchers most azért így pörög, lemez van, ugye, egy teljes lemezanyag, ami még nincs kint, de itt van a master, CD, igen. Itt van nálatok, de mindegy, ezt úgyse lehet meghallgatni. Egyébként meg lehetne hallgatni, csak nincsen CD-lejátszó, egyébként szerintem már senkinek. Neked az autóban nincsen CD-lejátszó? Hát nekem elég régi kocsim van, vagy nem annyira, de hogy régi, és van benne egy rádió, ami szerintem CD-lejátszós, de nem vagyok benne biztos. Ja, de mindegy. Én szoktam kapni egyébként mostanában a CD-ket, és tök kellemetlen, mert így van, hogy mondom. Köszi. De inkább nem. Én szóval most eljutottam oda, hogy nem magyarázkodok. Ú, de jó, köszönöm. Egyébként PlayStation-nel vagy Xbox-on legjobb játszom szerintem. Nagyon jó, van itt van egy PlayStation. Na, ne, van Xbox-om otthon. Akkor tessék, megvan a CD-nek az útja. Szóval este 8 óráig ülünk itt még, néhány dalt hallgatunk meg azért a maradék időben dumálunk. Nick Stryker Band, A Walk in the Park következik. Férfiak és a stílust. Temesi Berci rovata következne, Berci sajnos nem elérhető, ami egyébként az eléggé bedurvultak az események az X-Faktor házatáján, ugye ott zenei vezető. Úgyhogy lehet, hogy mostanában egy kicsit kevesebbszer fogjuk tudni őt elérni, de rajta van. Tehát minden alkalommal ír nekem, hogy ha megpróbálom fölvenni, akkor fölveszem a telefont. Az van, hogy nagyon sok férfi így tanástalanul áll, hogy most tulajdonképpen mi tetszik a nőknek, meg mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, és tudom, hogy ez egy szubjektív dolog. De segíts! Mert mi a Bercivel azért ezeket kitárgyaljuk, meg nyilván van, tehát azért így beleástuk magunkat ebbe az egész ilyen öltözködés, mivel lehet zoknik, zakok, nadrágok, cipők, tehát, de nézzünk, hallgassunk meg egy nőt arról, hogy ő mit gondol erről, hogy férfiak és a stílus, vagy az öltözködés, a férfiak és a külsőség. Hát nekem ez igazából nincsen nagy elvárásom ezen a téren. Ugyanúgy szeretem azt is, hogyha egy férfi fel tudja azt vállalni, hogy ő most csinosabban öltözik fel, és jól is érzi benne magát, de nekem az is sokat számít, hogy a párom esetleg felöltözik egy csinosabb ruhába, és ő látom, hogy jól érzi magát benne, akkor az nekem egy olyan pozitív visszajelzés, és látom, hogy tényleg jól érzi magát benne, és úgy akkor még jobban tetszik. Tehát, hogy nekem az teljesen mindegy, hogy jó, nyilván első találkozásnál az más, hogy ne egy mackó nadrág legyen rajta, hanem inkább egy farmer, meg a randinád egy farmer legyen, de igazából nekem nem feltétlen számít az, hogy öltözködnek, eseménytől függ, ugye, tehát, hogy meg személyiségtől, igen, tehát, hogy nekem fontosabb az, hogy előbb megismerjek valakit, és utána tudjam azt formálni, hogy ja, igen, akkor azért volt rajta ma a farmer, és nem egy mackónadrág, azért volt rajta egy lakcipő, és nem egy sima sportcipő, tehát, hogy én nem tartok túl sok igényt az öltözködésre, nyilván eseménytől függően azért ne tényleg egy mackonadrágba jöjjön el egy étterembe például. Meg amúgy az első benyomásnál szerintem az fontos, hogy adjanak magukra. Tehát, hogy most az teljesen mindegy, itt említetted a zoknit, hogy mivel passzol, az teljesen mindegy, fehér, fekete, általában ezeket szoktátok hordani szerintem, esetleg a szürke még.
Tehát, hogy színes zoknit nem nagyon. Nyilván egy... Az elmúlt évek a színes zoknikról szóltak. Igen, nekem is van egy ilyen kis mintás zoknim. Egyébként a társaságomban, meg ezek a fiatalabb srácok, ők mindezeket a spongyabobos, meg hamburgeres zoknik, meg ilyeneket hordják. De amúgy ez tök hóbortos, csak nem egy randin például egy lányjal. Bár az is lehet hóbortos. Szóval első benyomásra szerintem az fontos, hogy úgy legyen összerakva a férfi. Mit értesz az alatt, hogy össze van rakva? Az, hogy mondjuk ne lássam rajta azt, hogy ő most azért öltözött fel, mert szeretne nekem tetszeni, és ő kényelmetlenül érzi magát benne, hanem azért öltözöm fel, mert ő szeretné azt, hogy jól érezze magát benne, és ő szeretné azt, hogy én ő tetszen nekem. Tehát, hogy ne azért, hogy jó, akkor most kéne ez a lány, de jó, ő nem szereti, hogy mackonad rág van rajtam, és akkor felveszek egy farmert, meg egy inget, de az inget nem szeretem, mert ba-ba-ba. És hogy, tehát, hogy ne legyen rákényszerülve, mert akkor az nagyon elüt. Tehát, vannak... egyfajta hitelesség az, amiről beszélsz. Igen, talán. De vannak olyan ismerőseim, akik ez az elegánsabb kategória. Tehát, hogy felvesznek egy, tehát nem farmer, hanem hogy is hívják ezeket, ilyen... Chino? Ilyen, nem tudom, hogy hívják a fajtáját, de ilyen öltönynadrág formája van, Chino. De ez ilyen, nem tudom, milyen anyagból van, nem mindegy. Okay. Tehát olyat vesznek föl egy lakcipővel például, meg egy inget, és akkor így jövünk el társasággal valahova. Tehát megvan ez a fele is, de... De ezt mondjuk te hogy nézed? Ez csinos, de én jobb szeretem a sportosabb, kényelmesebb verziót. Tehát amit a párom szokott hordani, ez a farmer sima póló verzió, azt én nagyon szeretem. Sportcipővel? Igen, sportcipővel, mert nem tudom, az nekem az egyszerűség, nem az van, hogy lemegyünk egy helyre iszogatni, és akkor megjelenik öltönybe, vagy ízibe, inkbe. Tehát ez nekem egy kicsit úgy nem passzol, igen. Tehát, aha, hogy akkor azt vegye fel egy színházba, vagy még egy moziba se vegye föl az inget. Tehát az, na mindegy, hát ez nyilván személyiség. De érdekes nálam, az ing az már egy ugrás. Tehát nekem az már alkalomra, egy igen. Én sem vagyok egyébként egy nagy kiöltözős típus, ugye Zoli? Igen, én nehéz eset vagyok öltözködés szempontjával, tehát én képes vagyok így pizsomanadrágban is kimenni a boltba, tehát hogy lehet, hogy ezért nem olyan nagyok az igényeim. Nyilván, hogyha nekem is benne lenne ez a kis csinos stílusom, meg öltözködésem, akkor valószínűleg olyat keresnék. Tehát közben tök csinos vagy. Hát érted, között tök csinos vagy. Egyébként a legnagyobb átverés, mert én már láttam őt koncerteken tényleg olyan ruhában, azt mondom, hogy hű meg ha, de amúgy meg a hétköznapokban tényleg ez van. Igen, de az különben nem biztos, hogy baj, hogy az ember hétköznapokban nem. Én nem tudom, én mostanában a hétköznapokban annyira elengedem magam, ami nem azt jelenti, hogy koszosba megyek, meg melegítő nadrágba, de hogy tényleg elválik hétköznap, és mondjuk a péntek esti szórakozás is bemegyünk a városba, mondjuk az mondjuk nem nagyon van, de ha van, akkor igen. Tehát, hogy nálam tökre leválnak. És még tudod, mire is emlékszem, hogy annak idején, amikor még így fiatalabb voltam, és így tökre érdekelt ez, hogy mit tudom én, a manökenek nézd meg, hogy egy-egy manöken, amikor bemutatnak, bulvárújságokba szokták, hogy járnak kint hétköznapokon. És tényleg egy tornacipő, egy farmer, meg egy fehér pólóba, érted, elmegy vásárolni, úgy shoppingol. Tehát, hogy én ezt különben tökre csípem. Ez olyan casual, meg ilyen kis egyszerű. Ha tudja az ember a helyét, tehát ha tudja, hogy mi van akkor, amikor egy nagy estére megyünk. Igen. Igen, én amondó vagyok, hogy most feleslegesen egy kisboltba, vagy egy kocsmába, amikor beülünk így 3-4 órára biliárdozgatni, akkor ne egy lakcipőbe is inkbe jelenjen meg, bár ez ugye az ő szíve joga, de hogy ez nekem úgy egy kicsit sok, tehát hogyha már lemegyek egy ilyen szórakozó helyre kvázi, hogy szépen fogalmazzak, lemegyünk, akkor ott jól kell érezni magam, és nem az van, hogy akkor odaállok inkbe, és így, akkor most kihez menjek oda, és kihez szóljak hozzá. Tehát, hogy... Persze, de mi van akkor, hogyha ő ezt lazán veszi, érted? Én szoktam ingeket úgy hordani, hogy kifejezetten azért, hogy fölhagytam a galériát, mintha egy rövid újabb póló. Az más, mert az tud kazuális lenni, csak nagyon, nagyon meg kell találni a kettő közti különbséget, tehát hogyha fölveszek egy farmerrel egy ilyen nem feltétlen hófehér inget, mert az ugye megint már az elegáns, tehát hogyha mondjuk egy csíkos inget feltűrve egy farmerrel és egy sportcipővel, az megint csak lehet casual, és egy kicsit elegáns is. Na, az például okés,
számomra, de mondjuk egy ilyen verzió, amit most meséltem, hogy lakcipő, milyen nadrág? Ez a chino. Chino nadrág, és egy hófehér ing, szerintem az inkább máshova passzolna, aha, mint egy ilyen helyre. De hát mondom, tessék. Nem, egyébként én is ismerek ilyet. Na jó, oké. Köszönjük szépen, stílus és a férfiak Halmai Réka szájából. És következzen a jövő. Ha arról beszélünk, bár azért pedzegetted az előbb, azt mondtad, hogy neked nincsenek terveid. Igen. Ha azt mondjuk, hogy jövő, az meg mit jelent neked? Nekem prioritás nagyon mostansága az önállósodás, az önálló élet elkezdése és a család kialakítása aztán, majd később egy kicsit. Hú, de tudatosan hangzik. Igen, én nagyon, nagyon szeretek megtervezni amúgy dolgokat, most ez így tök ellent mond azzal, hogy nincsenek terveim, de hogy akár... Na de most akkor hogy? Most akkor mi van? Úgy terveim, hogy inkább ilyen hosszú távú, tehát hogy amiket mondjuk így, mondjuk ilyen 5-8 év múlva látom benne magam is, azokat így szeretem úgy megtervezni, hogy az alapjait elkezdem mostanság így kitalálgatni, hogy na akkor hogy legyen, mint legyen, hogy majd 5 év múlva ez így sikerüljön, meg úgy sikerüljön. Hát igen, most igazából pont ebbe vagyok, hogy elkezdtem sokat dolgozni, így kezdtem önállósodni, és gondolkodtam benne, hogy vagy gondolkodtam azon, hogy hogy lehetne elindulni egy önálló élet felé, hogy lehetne egy saját utat kialakítani. Most igazából ebben vagyok benne nagyon. És hogy, mit látsz? Mit látsz, hogy tudod, a boszorkány, aki vele nézem be az üvegben. Hát most egy kicsit így megállt. Látok egy férfit. Kettőt! Ja nem, hármat. Most öt gyerek. Jój. A kettő is elég. Négy ház. Egy villa. Rengeteg adós. Három medet. Egy svájci frank internet. Bocsánat. De tényleg, mit látsz az üveggömbben? Most egy kicsit így leültem. Mert ugye most inkább olyan, a sulira foglak. Tök érdekes, olyan, most, hogy elkezdtünk így beszélni, és hogy jövő, ez a kérdés, hirtelen olyan tudatossá vált, tehát hogy mondjuk ezelőtt egy órával, vagy ezelőtt kettő órával, az tök jó példa, hogy beszéltem, és közben énekeltél, teljesen elszálltál. Tehát, hogy mintha itt se lettél volna, ott úsztál egy zenében. És most hirtelen az a téma, hogy jövő, és rendesen a mondataid is, mint hogyha egy felelnél szakdolgozatot írnál, vagy szigorlaton felelnél. Tehát még a megfogalmazásod is sokkal, hogy mondjam, egyenesebb, vagy most a szögletesség az nem jó szó, de hogy mintha figyelnél arra, hogy milyen szavak. Igen, én amúgy nagyon szeretek úgy beszélgetni, hogy így megformálom a dolgaimat, tehát hogy ne maradjanak már fél mondatok, akkor úgy, ha valami kérdés van, akkor tudjam úgy kifejezni magam, hogy az mindenki számára érthető legyen, úgyhogy... Tök oké. Nem, ez tök oké, meg lehet is hallani, meg szépen is beszélsz nagyon. De hogy érted azt az érdekes ellentmondást, amiről beszélek. Igen. De ez vajon, az miből adódik? Fú, hát ez jó kérdés. Mondjuk nagyon jó tanácsadó, meg hallgatósági képességem van, úgyhogy szerintem nagyon meggyőző is vagyok, úgyhogy szerintem abból jön. Ilyen diplomatikus beszédem van sokszor. Na mindegy, tulajdonképpen most eléggé leültem így a suli miatt a tervezéssel, meg a jövővel való foglalkozásommal, mert nagyon leköt az, hogy most ugye leadtam a szakdolgozati címbejelentő lapomat, szakmai gyakorlatot intéztem, ZH-k, vizsgaidőszak, stb. Az se biztos, hogy most hogy lesz, akkor online lesz, vagy sem. Még semmi nem biztos, és most inkább erre fókuszáltam rá, mint arra, hogy most én kitaláljam, sőt, nem is dolgozom mellette, ugye ez meg egy főpont, hogy így, hogy nem dolgozom, ugye nem vagyok benne a kvázi az önállósodási folyamatomban.
Úgyhogy most egy kicsit így leültem. Ja, hogy ki kellett szállnod egy picit a liftből. Igen, igen, igen. De majd, ha elvégeztem, akkor onnantól kezdve lehet folytatni ezt. Ha elmegyek dolgozni, akkor már lehet újra tervezgetni. Aha, és mit fogsz dolgozni? Tudod már? Nem. Nem tudom. Hát van egy ismerősöm, anyukám fodrász, és neki van egy vendége, akinek a lánya ugyanezt a szakot végezte el, ugyanígy a Pázmányon, kb. 2-3 éve, és most a Vodafone-nál dolgozik egyébként, és reménykedem. Nem egy ügyintézőként, hanem ilyen kapcsolattartó a főcég és a magyarországi franchise-ok között. Értem. Tehát, hogy amúgy tök érdekes, és én meg szeretek beszélni, és szeretek ügyet intézni, és szeretek fontoskodni, úgyhogy, úgyhogy ez egy tök jó meló lenne nekem. Figyelj, nézzük, mi van a Dreamcatchers házatáján. Hát most nagyon benne vagyunk az album kiadásban, szeretnénk majd lassan kiadni. Hát nem tudok sokat mondani igazából, mert ebből a Zoli a reszortos. Átforgatjuk a mikrofon? Lehet, igen, az jobb lenne. Az is... Most már az át van forgatva akkor. Ugye a kérdés? Én nem tudok énekelni. Nagyon kár! Énekeltnénk egy ilyen izét, hogy mondják, hogy van a duett, és amikor trióban énekel. Az trió. Na, hogy nem, tényleg annyi volt a kérdés, hogy a Dreamcatchers házatáján így mire számíthatunk? Nem. Lesz lemez, videoklip? Erika tök jó elmondta egyébként, tehát, hogy valamikor az ősz folyamán megjelenik az album. Most voltunk nem olyan régen a Petőfibe egy single-lel, aminek az a címe, hogy a Szerelem sós, ezt adtuk most le. Lesz még egy harmadik single, amik megjelenik az albumon, és akkor fog az egész album úgy egyben megjelenni. Most egyébként a zenekaromból éppen változások vannak, éppen billentyűs cserében vagyunk. Tehát egy zongorista most lesz vele a hétvégén, most volt vele az első próbák, és nagyon jó szerepelt. Illetőleg klipet is szeretnénk forgatni most ez a dalhoz, úgyhogy hogy ennyi, megtárgyalunk egy kiadóval, akit szeretnénk, hogyha koncertszerzés és részt is intézni, úgyhogy folyamatosan mozgunk, ahogy mondtad, és pörgünk. Egyébként van Insta oldal, meg van Facebook oldal, ezt tudom, sőt van YouTube csatorna is, meg lehet nézni. Jó, szuper, köszönöm szépen, meghallgattunk néhány dalt, és akkor még egy elköszönés erejéig a végén visszajövünk. Egyébként úgy ezekhez a tervekhez minden beleértve, magánéleti, Dreamcatchers és civil foglalkozásban sok sikert kívánok a zenekar minden tagjának. A mostani dal In Real Life is a Crazy, ahogy mondtam, hírek előtt még visszajövünk, elköszönni. Kedves hallgatóim, ez volt már a szó, de remélem, hogy jól éreztétek magatokat, Réka, bármi, amit még szeretnél elmondani. Hát csak nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál. Ne viccelj. Jó utat kívánunk nektek. Gondolom, mentek haza. Vasárnap este 8 óra várnak otthon. Igen. Finom hús, ami megmaradt ebédből, húsleves és rántott hús. Igen, sült krumplival. Nem is krumplipürével. Gyorsan megezitek. Jó, kedves hallgatóim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Ez volt már a Szóda. Dreamcatcher zenekar Halmai Rékáját hallhattátok. Jövő héten is lesz Szóda, nem tudom, hogy ki lesz a vendég, majd az a baj, hogy nagyon rossz ilyen adminisztráció, meg ilyesmi, meg szervezés, meg hogy ez nekem nem annyira jó. Azt hiszem, hogy másba jeleskedem. Most viszont, ami biztos, 8 órakor Szerelem hullám hosszán, nagyon finom szerelmes dalok itt a Megafonban, úgyhogy hangosítsátok fel a rádiót, zárjátok be az ajtókat, ablakokat, húzzátok le a redőnyt, és további szép estét kívánok nektek. Hello!